haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontja a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban, ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. És életed a haza életének egy pillanata is. Főtisztelendő érsekatya, tisztelt polgármester úr, tisztelt kormánymegbízott úr, tisztelt képviselők, tisztelt egri és környékbeli polgárok. Megilletődve állok itt önök előtt, hiszen bármelyik magyar polgár megilletődik, a szülővárosának főterén szólalhat meg. Főleg akkor, ha ezt az államalapítás ünnepén, az országunk születésnapján, augusztus 20-án tehetjük. Tisztelt ünneplők! Azért választottam Márai Sándor gondolatait a hazáról és államról című értekezéséből, mert noha több mint fél száz esztendővel ezelőtt vetette őket papírra, kiválóan megfogalmazza, hogy miért is vagyunk ma itt, együtt, ennyien. Mélyebb, belső indítatású dolgok kötnek minket össze. Szív és lélek, büszkeség és felelősség, küzdőszellem és alkotás, és talán a legfontosabb összetevő, a képesség arra, hogy hagyományainkkal ötvözve új és életerős közösséget álmodjunk meg. Kedves egybegyűltek! Hagyományainkkal ötvözve új és életerős közösséget álmodjunk meg. Ez az az ezer éves képesség, amely Szent Istvánnak köszönhetően megvan bennünk, magyarokban. Kivétel nélkül minden magyarban. Ez az az unikális magyar képesség, amely a sokszor rögös történelmünk során mindig a pont utáni nagybetűt, az újrakezdés erejét jelentette számunkra. Egy nép számára sincs megmaradási esély, csak és csak is akkor, ha minden egyes polgárában él ez a fantasztikus, egyedülálló adomány. Én hiszem, és az itt megjelent közösségen látom is, hogy nincs okunk félelemre. Nem csak, hogy őrizzük, de ami a legfontosabb, tovább is adjuk generációról generációra ezt az istváni örökséget. Felmerül a kérdés, mi az alapja a Szent Istváni örökségnek? Mi a közéleti fundamentuma? Számtalan dolog közül a szuverenitást emelném ki elsőként. A kor viszonyrendszerei közt óriási történelmi teljesítmény volt, hogy nem lettünk sem a bizánci birodalom provinciája, sem a német-római császárság tartománya. Szent István létrehozta, nem kevés vér és áldozatvállalás árán, korszakalkotó politikai érzékkel a magyar királyságot. Szent István cselekedeteit nem csak az Istenbe vetett hite határozta meg, hanem a közösségbe vetett, megingathatatlan hite is. Hiszen európai módon szervezett, tartós, élhető közösségi létet teremtett a Kárpát-medencében. Miért fontos ez az egri embereknek? Miért fontos nekünk? Megkoronázásával István főpapi jogokat is szerzett, és így 10 egyházmegyét hívott életre. Szent István államalkotó részként tekintett városunkra, hiszen püspökséget alapított itt, és székesegyház építését rendelte el. Bizalmat szavazott a térségben élőknek, elődeinknek. Nem csak Európának mutatott példát, hanem a mindenkori magyar történelemnek spirituális távlatot adott. Államférfői nagyságát és döntéseinek időtálló helyességét mutatja, hogy az 1054-es egyházszakadás óta, 2000-ben, a magyar millennium esztendejében nem kevesebb, mint 946 év után Szent István a kelet és a nyugat első közös szentje lett, miután az ortodoxia szentjének is elismerték. Kedves egriek! A történelmi idők őt igazolták az államszervezés területén is, hiszen Eger később végvidékként óvta az országot és Európát egyaránt. Ha a várra tekintünk, magunk előtt látjuk a 2000 magyar hőst, akik szintén rendelkeztek az élet és a nemzetmentés Szent Istváni képességével. Ők farkas szemet néztek 38 kegyetlen napon keresztül a 70 ezres török haderővel.
akik az akkori Európát rettegésben tartották, és az öreg kontinens már a legrosszabbra számított. Mi, magyarok, akkor is csak magunkra számíthattunk. Európa meg ránk. Ebből a nagy küzdelemből egy máig megmaradt pillanatkép Székely Bertalan Egrinőr című festménye, mely valósággal nemzeti fogadalmi szimbólum lehetne. Hatásosan, világosan és tömören jeleníti meg a magyar nemzeti erényeket. Köztük az istváni 1000 éves képességet, amellyel hazánk közösségét védjük, óvjuk és megújítjuk. Az 1552-es csatát Dobó Istvánékkal mi egriek megnyertük a hazánknak és Európának, de a háborút elvesztettük. 150 éves idegen, lélekölő török uralom árnyékolta be az akkori eleink mindennapjait. A magyar történelmi tudatban sokszor nyomot hagytak az ehhez hasonló elnyomásban töltött nemzetpróbáló emberöltők. Tatárjárás, Hajnau, Trianoni nemzettragédia, a II. Világháborús vészkorszak. Ezek mind-mind tragikus próbatételek. De ez alatt is szunnyadt a nemzetalkotó hatalom a magyar ember lelkében, csak a megfelelő történelmi ritmusra várt, hogy azt újra felszínre hozza. Tisztelt ünneplő közönség! Ma, az ország születésnapján, itt az egri dobótéren büszkén kimondhatjuk, hogy a magyarok szabadság szeretőek. Első királyunkhoz híven a nemzeti szuverenitás, szabadság és a függetlenség mindig fontos értékünk a múltban, a jelenben és a jövőben is. Számtalanszor megmutattuk azt a világnak, hogy az erőszak önmagában csupán látszat egységesülést hoz létre, és a szabadság szeretet a magyar emberekben egyfajta őrlánként lobog, mely ha kell, tisztító tűzként fut végig, mint 1956-ban elsőként megmutatva a világnak, mi a helyes út. Mit jelez bennünk a magyar lélekben ez az őrláng? Azt, hogy a magyar emberek érzik, tudják, hogy egy nemzet tagjai nem azért élnek együtt, hogy csak úgy öncélúan együtt legyenek, hanem hogy közösen tegyenek is valamit. A közösen megfogalmazott szándékok, vágyak és célok sok-sok nemzeti csodában kelnek életre. Tisztelt ünneplők! Büszkék lehetünk Szent Györgyi Albertre, C-vitamin felfedezőjére. Büszkék lehetünk Pavlics Ferencre, a holdautó megalkotójára. Büszkék lehetünk a 150 éve született Gárdonyi Gézára, az egri csillagok írójára. Büszkék lehetünk Gyarmati Dezsőre, minden idők legeredményesebb vízilabdázójára. Büszkék lehetünk az atomfizikában az emberiség számára maradandót alkotó Wigner Jenőre. Büszkék lehetünk Salkaházi Sára példamutató emberségére. Büszkék lehetünk a nemzetközi hírű vallástörténészre, Kerényi Károlyra, aki nagy hatást gyakorolt Thomas Mannra és Carl Jungra is. Büszkék lehetünk Egerszegi Krisztinára, az ötszörös olimpiai bajnok úszónkra. Kedves barátaim! Büszkék lehetünk Egerre, az egriekre, adottságainkra és eredményeinkre. Kürtöljük a világban! Tegyük közhírré, hogy a középkori világ örök új lenyomatának őrzői vagyunk. Mondjuk el mindenkinek, hogy a Vatikán és a British Múzeum mellett városunkban az Egyházmegyei Könyvtár őrzi Dante isteni színjátékának első kiadását, egyet a háromból, ami a világon fellelhető. Ünnepeljük közösen a hosszú évszázadok óta szőlőből és borból értéket teremtő egri és környékbeli családokat. Méltán lehetünk büszkék az eleink által ránk hagyott és napjainkban megújuló történelmi belvárosunkra. Kedves egriek! Hozzá kell szoknunk, hogy ne úgy fogjuk föl a nemzeti egységet, mint lagymatag együttélést, hanem mint dinamikus rendszert. Fenntartásához épp oly fontos, hogy augusztus 20-án, a magyar állam születésnapján azt mondjuk, együtt az ország. Együtt ünneplünk, mert úgy érezzük, együtt akarunk lenni. Együtt az ország, hiszen a közel 100 éves elszakítás után nem csak lélekben, hanem hivatalosan is újra nemzettársaink a határon túli magyarok. Felemelő, hogy városunk főtere egyik helyszíne lehetett ezen állampolgári eskütételeknek. Együtt az ország, hiszen a Vörösiszap és az árvízelmi védekezésnél összefogva közdöttünk. Együtt az ország, hiszen az olimpián együtt ordítottuk, hajrá magyarok! Fontos, hogy érezzük és részesei legyünk a társadalmi szolidaritásnak a mostani történelmi próbatétel a válság idején. Igen, a mai világban egyre nagyobb erény az,
oda tudunk figyelni egymásra, oda tudunk figyelni a másikra. Kedves ünneplő, Jókai Mór szavai is nekünk üzennek egyik könyvéből. Az ön nemzete egy nagy küzdelmen megy most keresztül. A szellem küzdelme az. Mindenki törekszik az előre haladt nagy nemzeteket utolérni. A tudós, a költő, az állambölcs, a nemzetgazdász, az iparos, a népnevelő, a férfi, a nő, az ifjú, az ab, a főúr, a közpolgár. Ha úgy tudnák mindannyian, mennyire egy cél után törekszenek, csodákat művelhetnének. Kedves barátaim, egy ország akkor sikeres, ha polgárai sikeresek. Éppen ezért, amit mi a legfontosabbnak tartunk, hogy számozzuk életünkből az irigységet, tanuljunk meg örülni a másik sikereinek. Tiszteljük a hagyományokat, de sose féljünk a formabontó megoldásoktól. Ne a múlt csatáit vívjuk, hanem tekintsünk az előttünk álló célokra, feladatokra. Legyenek közös terveink és eredményeink, amelyekre majd méltán lehetnek büszkék az utánunk jövő generációk, mint ahogy mi is büszkeséggel tekintünk eleinkre. Rendezzük végre közös dolgainkat, és azután összefogva, közösen építkezzük. Az elveinket sose adjuk föl, de ne féljünk a megújulástól. Kedves egri és környékbeli polgárok! Engedjék meg nekem, hogy gratuláljak a mai nap kitüntetettjeinek, kívánom, hogy törekvéseiket koronázza siker, és ez meg is fog valósulni, hiszen együtt az ország, boldog születésnapot kívánok mindannyiunknak!